Jó estét kívánok, ez a 35 perc a Kölcsey Televízió közéleti műsora. Néhány nappal ezelőtt rendezték meg a Vármegyei Prima Gálát, az esemény egyik fő díjazottja pedig hamarosan megérkezik hozzánk. Lássuk, kiről is van szó, és hogy mi mindennel készültünk még mára. Migráció. Tovább fokozódik a nyomás Európában. Hulladékkezelés. Új átrakó épült Kisvárdán. Kitüntetés. Vármegyei Prima díjat vett át Orendi Mihály. Továbbra sem enyhül a migrációs nyomás Európában. Szakértők szerint a folyamatok az utóbbi időben annyira felerősödtek, hogy a spontán népvándorlás már inkább lakosságcsereként értelmezhető. Hogy az Európai Unió, a tagállamok, valamint Magyarország hogyan viszonyulnak a fokozódó problémákhoz, arról Enszabó József professzor emeritust, a politikatudomány kandidátusát kérdezem. Jó estét kívánok, köszönöm. Estét kívánok, sokkal. Professzor úr, kezdjük egy kis történelmi visszatekintéssel, hiszen a migráció egyáltalán nem új keletű probléma, népvándorlások voltak is, most is, meg lesznek is valószínűleg, hogy el tudjuk helyezni ezt a mostani helyzetet a történelem folyamában. A dolog az azért kicsit komplikált, mert nem mindegy, hogy milyen típus az a migráció. Vegyünk egy egyszerű magyar példát, ugye, már István királytól jöttek idegenek Magyarországra. Ezek az idegenek többnyire a magyar vezetés, a királyság által behívott emberek voltak, hozzájárultak az ország fejlődéséhez, az akkori körülmények között keresztény magyar állam stabilitásához. Akkor utána jött a nagy szervezet betelepítés, ez IV. Béla alatt történt, ugye a tatárdulás következtében óriási szakemberhiány, stb. Volt, és akkor IV. Béla behívta elsőlegesen a szászokat. Ezek a behívott szászok Erdélybe mentek, illetve Felvidékre. Nem, kevesen tudják, hogy a felvidéki cipcerek, azok szászok voltak, és nagyban hozzájárultak mind egész Magyarország, meg a két országrésznek a fellendüléséhez. És nagyon kiváló mesteremberek voltak, és egészen napjainkig megbecsült tagjai a magyarságnak. És akkor utána jött a másik nagy betelepítés, ez a török dúlás utáni betelepítés, akkor elsőlegesen svábokat hoztak, sváb katolikusokat. De akkor is már volt egy olyan, hogy nem az állam szervezte, hanem felvidékről telepedtek be felvidéki, többnyire szlovák, akkori kifejezésével tót, hogy nevezzük annak migránsokat. Betelepülőket. És betelepülőket, és kiváló emberkék voltak. Ezek a betelepedett szlovákok, tótok nagyban hozzájárultak például Budapest újjáépítéséhez. Minden rendben volt. És utána volt a nagy bevándorlás, illetve kitelepítés a II. Világháború után. De most itt a gyökereket nemzetközileg kell nézni, és a mai migrációhoz kötődően ennek az elsődleges gyökere a első világháborút követően történt, mégpedig azzal, hogy megindult a gyarmati felszabadítás. A felszabadult gyarmatokról már akkor jöttek el, elsőlegesen itt franciák, angolokhoz kevesebb, de oda is mentek, németekhez nem, mert az német gyarmatok kevés volt. Ugyan itt is egy érdekességet mondok, hogy az amerikaiak, mikor foggyulejtettek német katonákat, feltűnt nekik, hogy afrók, magyarul négerek is voltak. Hát ti hogy kerültetek ide? Hát mi a Wehrmacht tagjai volt. Úgyhogy ez is ilyen vicces helyzet. De ez a nagy bevándorlás majd később fog folytatódni, ez pedig lesz a második világháború utáni nagy nemzeti felszabadító mozgalom. Akkor a felszabadult területekről már akkor nagy tömegben kezdenek elvándorolni, elsőlegesen a volt gyarmattartókhoz. És
itt a helyzetet fokozza, hogy ilyen csúnya szóval éljek, az, hogy a volt gyarmattartók, mielőtt megadták ezeknek az országoknak, volt gyarmatoknak a függetlenséget, elhintették a lakosok között, hát nem is fontos nektek függetlenedni, hát így franciák vagytok például. És ennek az meg volt a visszaütője, hogy ugyanakkor ugye kezdek a dolgok rosszul menni a volt függetlenné vált területeken, és akkor jöttek Franciaországban. Tehát az első nagy migrációs hullám a franciákhoz érkezett, a volt gyarmatokról, és nehezen tudták ezeket a problémákat már akkor kezelni, de ez még nem volt olyan tömegméretű, mint a későbbiek folyamán, a mostani migráció, amihez elvezetett, ez pedig abban adódott, hogy a függetlenné vált ugye, országok, ezek nagyon nehéz gazdasági helyzetbe kerültek a 70-es évektől. Most is abban vannak ugye ezek a gyarmatok, volt gyarmatok, és kénytelenek voltak a franciák őket beengedni. Ez a most kialakult helyzet, ez miben más, mint az eddigiek? Hát ez abban más, hogy ezek a betelepültek egyrészt nem mind a gyarmatról jött, másrészt akik még az első hullámban telepedtek be, ezek valamilyen formában jobban kötődtek a volt gyarmattartóhoz. Akik most bejöttek, ezek már például nem hangoztatják ezt, hogy ők francia kötődések is lennének, hanem ezek az ország, ezekből az országokból jöttek, egy része, csúnya szó, amit mondok, gazdaságilag kezdtek haszontalanná válni. Hát én sokat voltam Párizsban, és ott láttam, hogy ezek a bejött volt francia gyarmati emberkék, ezek valahogy lógnak abban a társadalomban. Akkor lehetett érezni, hogy bajok vannak. Ugye nem találták a helyüket. És utána jött a nagy fordulat, mikor már a 90-es évektől nagy tömeggel jöttek. És ehhez társult az, hogy ezek a bejött tömegek semmiféle szakképesítéssel nem rendelkeztek. Hogyan lehet kezelni ezt a helyzetet? Mivel próbálkoztak Franciaország és azok az országok, hát, akik ezzel szembe kellett sok nézenek. Mindennel, de hozzá kell tenni, mint kiderült, nem tudták integrálni őket. Már akkor, én 90-es évektől már jártam ki sokat Franciaországba, egyetemi kapcsolat révén, hogy nem megy nekik ez a dolog, az integrálás. Ez azzal is összefügg, hogy egy része semmiféle különösebb képesítése nem rendelkezett, és mind Franciaországban, majd később a német témáról egy kicsit szót ejthetünk, nem tudta őket felszívni abba a szférába, amivel ők jók voltak. Tehát már nem ment a takarítás, nem ment a főkirángatása, hogy folyóparton, stb. Ezekre már nem volt nagy szükség, és ezek mind eltartottak voltak. Ezek a tapasztalatok, ezeket a tapasztalatokat hogyan lehetne most hasznosítani ebben a mostani migrációs helyzetben, ebben most vagyunk? Hát nehéz a dolog, mert a oktatásba nem olyan szinten kapcsolódtak be, ezek a volt gyarmatokról eljöttek, hogy olyan tudással rendelkeznének, ami eladható a gazdaságban. Sajnos ez egy nagyon nagy gond, és ezzel nem tudnak mit kezdeni. És mivel nem tudták magukat integrálni, vagy nem integrálta őket a befogadó társadalom, ezekre rátelepült az iszlám, mert ezek nagy része muzulmán vallású volt, és ez az iszlám papság ezeket, csúnya szóval élek megint, felcukkolta ezeket az embereket, és ez a felcukkolás odáig vezetett, hogy nem érezték otthon magukat. Mennyire veszélyes ez a mostani helyzet, ami most kialakult? Hát ez a helyzet nagyon veszélyes.
nem lehet nekem az a gyanú megoldani ebben hagyományos formában, ahogy próbálkoztak vele. A megoldás egyetlen lehetősége az lenne, hát ezzel nem mindenki ért egyet, de én egyetértek, hogy nem beengedni őket, mert nem lehet őket beintegrálni ebbe a 21. századi világba, mert sajnos nehezen, nem akarnak talán ők se integrálódni, de akkor én felteszem sokszor kérdést, akkor minek jönnek ide, ugye? Hát valószínűleg azért, mert hogy ott, ahol vannak, ott olyan a helyzet, hogy úgy érzik, hogy el kell jönni. Ugyanakkor van ennek egy humánum vetülete, amikor szemtől szembe találkoznak emberek, és látják ott a kisgyerekeket, és nehéz helyzetben lévő embereket, valahogy beindul az emberben a segítő szándék. Akkor hogyan lehet mégis? Mi a jó segítség egy ilyen helyzetben? Most én erre három kategóriát találtam ki, hogy a nyugat hogy próbálja ezt kezelni. Egyik az, hogy vannak a naív humanisták. Ez kormány szinten, politikai szinten, tehát parlamenti képviselők stb. Szintjén úgy fogják fel, hogy ezeket a behozott vagy bejött migránsokat át lehet alakítani. Van a másik kategória, ez pedig a álhumanisták. Ez azt jelenti, hogy tudják, hogy nem lehet ezeket integrálni, ennek ellenére ezt fújják. És van a harmadik csoport, nevezzük annak őket, hogy gonoszok. Eleve arra játszanak, hogy Európát tönkretegyék. Ez egy nagyon csúnya dolog, amit mondtunk, de sajnos ez valahogy így van. Milyen megoldást lát? Egyetlen megoldás lenne, hogy ezeket az embereket otthon kéne segíteni, és nem beengedni, mert ha már bejöttek, akkor ezeket innen kitenni nem lehet. Most egy idézetet hozok, egy 4-5 napja, nem tudom, Szekesz asszony hallott-e a svéd miniszterelnököt? Nem hallottam. Mert Svédország volt az ország, aki a naív humanisták kategóriájába tartozott, és úgy fogta fel, hogy ezek itt átalakíthatók, ezek az emberek itt hasznos tagjai lesznek a svéd társadalomnak, csak jól járunk velük. És mi jött be belőle? Mindenki ismeri. Stockholm, Malmö, Göteborg, stb. Utcáit. Ez ilyen veszélyes dolog. Jól értelmezem, hogy ön úgy gondolja, hogy Európa akkor tud a leghatékonyabb lenni ezzel, hogyha mindenkinek a saját országában adja meg azt a segítséget, ami lehetővé teszi, hogy otthonában maradjon mindenki. Igen, és akkor ott ő is jól fogja magát otthon érezni, mert itt nem tud integrálni, sajnos ezt ki kell jelenteni. Hát láttunk sokféle filmet a harmadik világbeli országokból, azok, akik nagy részt onnan jöttek, hogy ez egy teljesen más civilizációs, kulturális szint, és én ezt mindig vallottam, a multikultit mikor tagadtam, hogy eltérő kulturális, civilizációs szinten lévő népeket nem lehet egymásra csúsztatni. És ez igazolódott sajnos. Professzor úr, sokáig tudnánk még erről beszélgetni, de sajnos az időnk lejárt. Köszönjük szépen, hogy befáradt. Én köszönöm szépen. Jelentősen nőhet a szelektíven gyűjtött és újrahasznosított hulladék aránya Kisvárdán és környékén. Ez a napokban elkészült új átrakóközpontnak köszönhető. A program részeként egy három oldalról zárt csarnokban fogják válogatni a szemetet, majd nagy teljesítményű teherautókkal szállítják azokat Nyíregyházára újrahasznosítás céljából. A teljes beruházás összköltsége 7 milliárd forint volt. Ez egy átrakóállomás. A különlegessége az, hogy a korábbi hagyományos fréses eljárás helyett ez walking floor-os mozgópadlós pótkocsikba áttöltési lehetőséget biztosít az ürítő járművek számára. Ugye két állásos létesítményről van szó. A másik oldalon majd felmegyünk, látni fogunk egy rámpát, amin a kukásautók feltolatnak. A walking floor-os pótkocsik pedig ide tudnak beállni erre a négy állásra,
hidraulikus, pneumatikus és elektromos csatlakozási lehetőséggel. A kivitelező cég illetékesen mutatta be az elkészült átrakót. Ez az építmény három oldalról zárt, így tudják csökkenteni a szakhatást és a környezeti szennyezést a kisvárdai szeméttelepen. 2010 óta ugye a megye azon van, a megye vezetése, hogy kialakítson egy komplex hulladékgazdálkodási rendszert, mely az teljes megyére kiterjed. Jelenleg ugye három hulladékkezelő központunk van, Kisvárdán, Nagyecseden és Nyíregyházán, ahol most itt állunk, ez a kisvárdai hulladékkezelő központ. A jelenlegi beruházásban, tehát ebbe a KEHOP projektben megvalósult itt a mögöttem látható csarnok, amely a hulladékok mechanikai, biológiai kezelése során biztosít egy fedett három oldalról zárt területet, megakadályozva ezzel a kiporzást, a szélelhordást, sőt, még valamilyen mértékben a bűzképződést is. Továbbá a mellettem látható létesítmény pedig egy szelektív hulladék átrakó. Ugye mindig arról beszélünk, hogy az évek során folyamatosan növekednie kell a szelektív hulladék arányának az újrahasznosítás érdekében, ezzel párhuzamosan pedig csökkennie kell a vegyesen begyűjtött hulladék mennyiségének. Tehát a jövőben várható majd a szelektív hulladék mennyiségének a növekedése. Nyíregyházán ugyanebben a projektnek a keretében a meglévő szelektív válogató csarnokot bővítettük, illetve új technológiával láttuk át, amelynek a kiszolgálását végzi majd az itt mögöttem látható átrakó állomás. Tehát a környékbeli településekről a szelektív hulladékot kukásautókban gyűjtjük be. Ebben az átrakóban átrakásra kerül egy úgynevezett mozgópadlós pótkocsiban, ami azt jelenti, hogy egy-egy ilyen pótkocsiba, egy-egy ilyen járműbe akár 3-4 kukásautónyi szelektív hulladék is belefér, és ez innen kerül Nyíregyházára beszállításra, ahol megtörténik a hulladékok válogatása, bálázása, újrahasznosításra való előkészítése. Ettől a beruházástól azt várjuk, hogy a szállítás így hatékonyabb lesz, tehát a növekvő szelektív hulladék mennyiséget jobban tudjuk, hatékonyabban tudjuk szállítani és kezelni. A távolban már kiosztásra várnak azok a kukák, amelyekből összesen csak nem 100 ezer darabot szereztek be a program segítségével. Emellett 15 ezer darab komposztáló edényzetet is vásároltak. Komoly átalakulás előtt áll a jövőben is a hulladékgazdálkodás rendszere, hiszen a betétdíjas rendszer elemei kerülnek bevezetésre, viszont azok a eszközök, amelyek itt beszerzésre kerültek, biztosítják azt, hogy a kezelésnek a körülményei, a rendszer zártsága, tehát nem egy nyílt téren, hanem ebben a csarnokban történik a hulladéknek a kezelése, előkezelése, illetve a mögöttem álló létesítmény is ezt a célt szolgálja, hogy a válogatás előtt, illetve a válogatás olyan módon korszerű körülmények között történjen meg. Sesták Oszkár, a Bármegyei Közgyűlés elnöke, egyben a megyei Szilárd Hulladékgazdálkodási Társulás elnöke is. Azt mondta, egy újabb fontos mérföldkőhöz érkeztek. Egy újabb jelentős állomáshoz érkezett ez a fejlesztés, hiszen mindhárom telephelyen, Nagyecseden, Nyíregyházán, illetve Kisvárdán újabb csarnokok épültek, illetve újabb eszközök beszerzésére került sor, illetve hulladék gyűjtő edényzetek beszerzéséhez is, komposztáló és kukás edényzetek beszerzésére is sor került, ezzel továbbfejlődik a hulladékgazdálkodási rendszer, több mint 7 milliárd forint az összberuházás a három helyszínen ezeknek az eszközöknek, illetve épületeknek. Nyilván egy zárt csarnokban, szakszerűbben és zártabban történik a hulladék előkezelése, mint eddigi módon, ami nyílt téren történt, remélhetőleg a lakosságnak a komfortérzete is nő ezzel, tehát kevésbé érződik a hulladék szaga, mert hogy melege időben ez is gondot okozhat. Tehát minden olyan komfortos fejlesztést megvalósítunk, amellyel immár további fejlesztések és korszerűsítések nyilván lesznek a jövőben, de amit célul tűztünk ki ezelőtt 20 évvel, azok ezzel a fejlesztéssel váltak teljessé. Ugye ismeretes, hogy a Mohu nevű cég végzi a jövőben a hulladék gazdálkodási tevékenységet. Az Északalföldi Környezetgazdálkodási Cég az alvállalkozója Mohu-nak, amely a MOL-nak egy leányvállalata. Én biztos vagyok benne, hogy a MOL kezelésében
komplex rendszerként történő, az egész Magyarországra történő komplex rendszerként történő kezelésében még hatékonyabbá válhat a hulladékgazdálkodás. A jövőben újabb változások lesznek egyébként a betétdíjas rendszer bevezetése, ami remélhetőleg még inkább csökkenti a telepekre érkező hulladék mennyiségét, de ami ide érkezik, azt fel kell dolgozni, és szelektíven kell gyűjteni, illetve szelektíven kell aztán itt még inkább, még alaposabban, még szakszerűbben válogatni. Kisvárda polgármestere Leleszi Tibor abban bízik, hogy ezzel a beruházással nő a szelektíven gyűjtött és hasznosított hulladék aránya a városban. Ez a beruházás nagyon fontos a környezetvédelem szempontjából, a fenntartható fejlődés szempontjából. Fontos az, hogy van egy szelektív hulladékgyűjtés, és most már úgy hiszem, hogy akkor nagyon korrektül lesz válogatva, feldolgozva. Nyíregyházra kerülnek majd az innen összegyűjtött szelektív hulladék, tehát műanyag és hozzá hasonló fémdobozok, stb. És ezt kell tennünk. Az átrakó állomás átadásán részt vett a térség országgyűlési képviselője is. Sesznák Miklós azt mondta, Kisvárda megérdemli a 21. századi megoldásokat a hulladékkezelés területén is. A 21. században muszáj olyan fejlesztéseket csinálni, ahol itt is elmondta, a dököli lábnyom csökkentésének bármilyen eleme megvalósul, ezáltal egyszerűsödik, professzionálisabbá válik, az mind fontos. Itt most a háttérben lévő épületből egy olyan szelektív hulladék hasznosító mű épült meg, ami még hatékonyabbá, még jobbá és még a jövőben mutatóbbá teszi a szelektív gyűjtést. A beruházás nem csak a kisvárdai, hanem a nagyecsedi és a nyíregyházi lerakót is érintette. A fejlesztés összértéke eléri a 7 milliárd forintot. Az elmúlt hétvégén 17. alkalommal rendezték meg a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei díjkiosztó Prima gálát. A társadalmi kuratórium döntése alapján az eseményen magyar sport kategóriában Prima díjat vett át Orendi Mihály, akit most itt köszöntünk a stúdióban. Gratulálok és köszöntöm. Nagyon szépen köszönöm én is a gratulációt, és mindenkinek, aki engem erre érdemesnek tartott. Ha gyorsan végighaladunk az életpályáján, akkor azt gondolom, senki nem fog csodálkozni ezen a díjon. Olyan szempontból viszont mégiscsak meglepetés, hogy elég régóta már Debrecenben tevékenykedik, mégis Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében kapta meg ezt a díjat. Mit jelent ez önnek? Egy picit pontosítanék, hisz 1999-től 2014-ig valóban Debrecenben dolgoztam, viszont ezt követően már nem, tehát már hosszú évek óta már nem kötődök ilyen szempontból Debrecenhez, viszont Nyíregyháza igen, hisz én a Debrecen évem is alatt én minden nap haza érkeztem, és nekem, ha itt tetszik, a hazám Nyíregyháza. Mindig is ide kötődött. Ez így van. Menjünk végig akkor a pályáján, pedagógusként kezdett. Igen. 1969-ben Újfehérton, az Újfehértő gimnáziumban kezdtem a pályafutásomat, és az Újfehértő évek olyan, mint az ember életében az első szerelem. Csodálatos volt, felejthetetlen volt, és ha úgy tetszik, talán visszaemlékezve életem legcsodálatosabb, vagy egyik legcsodálatosabb sport sikerét is az Újfehértói gimnázium keretein belül tudtam elérni, hisz nulláról kezdve, és kosárlabdával, tehát nem atlétikával, nem korcsolyával kezdve, olyan gyerekekkel, akiknek az 50%-a tanyasi gyerek volt, a másik 50%-a körülbelül újfehértói, sikerült másfél év alatt a megye legjobb kosárlabda csapatát, női kosárlabda csapatát felkészíteni, és ezért nekik örökké hálás is vagyok, hisz nem tudtam tőlük olyat kérni, amit ők nem teljesítettek volna. Hogy keveredett mégis az atlétika vizeire? Hát az atlétika az mindig is a szívem csücske volt, és Újfehértőn a kosárlabda mellett atlétikával is foglalkoztunk, ott is sikerült országos középiskolai bajnokokat nevelni, tehát ez is egy emlékezetes. Aztán fölkerestek a Városi Nyíregyházi Városi Sportiskola vezetői, fölkerestek a NYVSC vezetői, és kérték, hogy edzősködjek a sportiskolánál, edzősködjek az NYVSC-nél, majd amikor 1973-ban az életem
minden vonatkozásban Nyíregyházához szólított, akkor pedig elkezdtem egyértelműen itt is edzősködni. Ezen a területen mit tekint a legnagyobb sikerének? Én azt hiszem, hogy a legnagyobb siker, hogy egy olyan edzői csapattal dolgozhattam együtt, akik tisztelték egymást, szerették egymást, de egyúttal versenytársak is voltak. Ez együtt mindnyájunkat motivált arra, hogy minél jobb teljesítményeket érjünk el. Talán ennek is köszönhető, és nem nagy képviség mondatja velem, hogy a 80-as években a Nyíregyháza atlétika a fénykorát érte, hisz ebben az időszakban olyan versenyzőink voltak, mint Bakosi Béla, nemzetközi klasszis Pálóczi Gyuszi szintén, vagy futói között a Patrik Ibolya, Vasvári Sanyi, és minden esztendőben több mint 20 válogatott kerettag versenyzőnk volt, és ezt folyamatosan tudtuk, ha úgy tetszik, kicsit csúnya szóval, de termelni. Hogyan kerültek be az életébe az egyéb sportágak, úgy mint például a korcsolya? Hát ez is egy kicsit később következett be, hisz az atlétikai szakosztály vezetése mellett nekem megadatott az, hogy sportesemények szervezését is irányíthattam. És amikor az 1995-ös Nyíregyházi Atlétikai Ifjúsági Európa Bajnokság sikere után, ami nagyon sokat jelentett abban, hogy engem Debrecenbe elhívtak. A Debrecen évém alatt 22 világversenyt rendeztünk, 15 sportágban. Tehát itt már egyfajta más sportágak iránti kapcsolódás is elindult. Többek között 2013-ban rendeztük a short track világbajnokságot, és itt belépett a korcsolya. Én a debreceni tevékenységemet 2014. július 15-ével fejeztem be, majd néhány hónap után fölkértek arra, hogy legyek a Korcsolya Szövetség ügyvezető, igazgatója, és itt már evidens volt, hogy a jeges sportágakkal, és ezek között is kiemelten a short track-kel, nagypár gyors korcsolyával, vagy éppen a műkorcsolyával, a szinkron korcsolyával is foglalkozzak. Ha el lehet árulni, van kedvenc sportága? Ez egy jó kérdés, és erre nagyon-nagyon nehéz lenne. Azt mondhatom, hogy az igazi szerelem két sportághoz köt, az atlétikához és a short track-hez, a gyors korcsolyához. Miért pont ezek? Hát részben azért, mert az atlétika az első szerelem, fantasztikus sikerekkel, fantasztikus munkatársakkal, csodálatos versenyzőkkel, amely felejthetetlen számomra. A short track meg elsősorban azért, mert 2018-ban Koreában rendezett téli olimpiai bajnokságon sikerült hazánknak az első téli olimpiai bajnoki címet is megszerezni egy olyan váltóval, egy Burján Csaba, Knok Viktor és a legendás Liu testvérek, ami ott marad az ember szívében, és tényleg felejthetetlen marad, nem csak azért, mert első olimpiai bajnoki cím téli olimpián, hanem azért, mert ezek csodálatos srácok is voltak, meg azok mind a mai napig. Visszatekintve a pályájának a legmagasabb csúcs pontjaira, a mostani sporthelyzetet ahhoz képest hogyan értékeli? Mennyi idő van még? Meddig lehet erről beszélni? Mert néhány perc. Néhány perc. Tehát én, az én véleményem lehet, hogy úgy az általánostól eltér, kicsit sarkosan fogalmazok, de azt mondhatom, hogy azzal a lehetőséggel, amelyet 2010-től az Orbán Viktor által vezetett kormánytól kap a magyar sport, ezzel a magyar sport nem igazából tudott élni. Ennek is több oka van. Azt nem mondanám, mert talán túl erős lenne, hogy inkább néhány sportágra az a jellemző, hogy visszaélt ezzel a lehetőséggel, de hát látjuk, olvassuk, halljuk, manapság hány sportági szövetség küszködik ilyen-olyan problémával, amelynek sajnos jogi következményei is vannak.
De nem lenne reális és igazságos az, hogyha nem tenném ugyanakkor hozzá, hogy vannak olyan sportágak, vannak olyan sportvezetők, vannak olyan edzők és olyan fantasztikus sportok, akik ma is képesek világszínvonalú teljesítménnyel. De ugyanakkor azt mondanám, hogy amiben talán legtöbbet lehetne fejlődni, legtöbbet kellene tenni, az a diáksport. Hisz az iskola az a terület, ahol hisz tankötelezettség van, ott oda mindenkinek kell járni, és nekem az a meggyőződésem, és néhány évtized tapasztalat alapján mondhatom, hogy Magyarországon véleményem szerint nincs olyan általános iskola, nincs olyan általános iskolai osztály, amelyben legalább egy olyan gyereknek tanulna, amelyik valamelyik sportágban olimpikonnál tudna válni. A kérdés az, hogy felfedezi-e a kulcsszereplő, azaz a testnőtanár, és ha felfedezi, akkor gondoskodik arról, hogy ez a gyerek oda kerüljön, ahol vele a legmagasabb szinten tudnak foglalkozni. Ezek szerint akkor az iskolai testnevelés az alapja mindennek? Ez egyértelmű. Mennyire tartja fontosnak a nem versenyszerű sportolást a versenyszerűhez képest? Nyilván az ön élete a versenysporthoz kötődik. Hát itt talán egy gondolat jut eszembe, a példamutatás. Tehát én versenyszerűen nagyon rövid ideig sportoltam, a testnevelési egyetem elvégzése után gyakorlatilag egyáltalán nem, hisz az edzői munka mellett ez lehetetlenség lett volna, viszont rendszeresen hetente, mind a mai napig legalább ötször egy 60 perces sporttevékenységet végzek, amelyből 30-40 perc kocogás, a többi gimnasztika, kis erősítés, és azt szoktam mondani, és ezt mindenkinek ajánlom, hogy az én életemben kétféle nap van. Az egyik, amikor reggel kocogtam és sportoltam, a másik, amikor nem. És amikor kocogtam, sportoltam, hát az egy csodálatos nap ezt követően. Egy utolsó kérdés. A kollégái, a versenyzők milyen sportvezetőként apostrofálják önt? Ha két tulajdonságot, vagy legfontosabb személyiségvonást kellene mondani, akkor mi lenne az? Amikor befejeztem a ügyvezető igazgatói tevékenységemet az Országos Kocsázó Szövetségnél, akkor egy kollégája, a Nemzeti Sport újságíró nője megkérdezett jó néhány versenyzőt a Kocsázó Szövetségtől, megkérdezett Risto Vévitől is, hogy ők milyennek tartanak engem. Szerencsétlenség lenne az, hogyha én most ezt elmondanám, de azt kell, hogy mondjam, hogy büszkévé és boldoggá tettek azok a vélemények, amelyeket ők akkor megfogalmaztak. Orrendi Mihály, még egyszer gratulálunk a Prima díjhoz. Nagyon azt szépen hiszem, köszönöm. Hogy jó helyre került. Nagyon szépen köszönöm. Kedves nézőink, eddig tartott ma a 35 perc. Legközelebb új műsorra jövő hét hétfőn jelentkezünk. Én kollégáim nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket, viszontlátásra!